Sokan álltak sorban pénteken a Donyecki Népköztársaság belügyminisztériumában, hogy orosz állampolgárságért folyamodjanak. Vlagyimir Putyin orosz elnök szerdán jelentette be, hogy ukránok további csoportjai számára könnyítette meg az orosz állampolgárság megszerzését. A rendelkezés kiterjed azokra is, akik Ukrajna Donyeck és Luhanszk megyéjéből csatlakoztak az önkéntes áttelepülési programhoz. Már hajnali 5-től álltak itt sorba az emberek, mondta ez a donyecki nő. Az orosz rendelet szerint az igénylőknek nem kell lemondaniuk ukrán állampolgárságukról. Rendkívül örömteli dolog ez, nagyon régóta vártunk erre. A többség kitörő lelkesedéssel fogadta az intézkedést, mondja ez a donyecki lakos, és ez a másik is arról beszél, hogy milyen sokat jelenthet neki az orosz útlevél, mert Oroszországban képzeli el a jövőjét, szeretne szabadon utazni és ott dolgozni is. Kijev útlevél agressziónak nevezte Putyin rendeletét, melynek visszavonását követeli. Az ukrán vezetés különösen cinikusnak tartja, hogy Putyin az emberi, polgári és szabadságjogok védelmére hivatkozva adta ki a rendeletet.